Köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt hetekben az otthonokban és a médiában is központi téma lett a CATL Debrecenbe tervezett gyára. Talán nem is csoda, hogy egy ilyen giga beruházás sokakban aggodalmat vált ki. A város első embere, Papp László polgármester, Barcsa Lajos alpolgármesterrel együtt tegnap a kínai vállalat németországi üzemében járt. Saját szemükkel győződtek meg a gyártási folyamatokról. Hogy megnyugtató válaszokkal érkeztek-e haza, azonnal kiderül. Köszöntöm polgármester úr a stúdióban itt nálunk. Jó estét kívánok. Nos, hát mielőtt rákérdezek, hogy valóban megnyugtató válaszokkal érkeztek-e haza, annyit azért érdemes elmondani a kedves nézőknek, hogy ez az említett gyár a CATL első európai gyára, és ugye évvégén kezdődött meg a gyártás. Miket tapasztaltak, milyen tapasztalatokkal érkeztek haza? Így van, egész pontosan decemberben indult el a próbaüzem, és a múlt héten csütörtökön a cellagyártási tevékenységnek volt a hivatalos indító időpontja. Német politikusokkal, zöld párti, illetve baloldali politikusok vettek részt a rendezvényen. Egészen más a klíma Németországban, és nem az időjárásra gondolok. Ezt a beruházást valóban ott mindenki, akivel én beszéltem, egy nagyon fontos környezetvédelmi szempontból, mint a beruházásnak, a zöld átállás egyik mintaprojektjének tekinti. Nyilván kiszakadva az itteni nagyon forró hangulatból, megdöbbentő volt az a nyugalom, ami egyébként a kisvárost, Arnstadtot jellemzi. Arnstadt egy 27 ezeres lélekszámú türingiai település, viszonylag jelentős gazdasággal, mert egy nagy ipari parkja azért működött már a korábbi években is Arnstadtnak, és oda érkezett meg a CATL egy viszonylag nagy beruházással. 2000 munkahelyet generáltak abban az üzemegységben, amelyet megnéztünk. Igen, ez egy kisebb üzem lesz, mint a debreceni, ezt jelen pillanatban, igen, tehát ugye ezt szoktam megkapni kritikaként, hogy jó, de hát ugye az egy sokkal kisebb üzem. Most ott egy nagyon jelentős, több tíz hektáros fejlesztési területe áll még rendelkezésre a cégnek arra, hogy bővüljön, tehát nagy valószínűséggel a következő években, azért látva Németország akkumulátor stratégiáját, jelentős mértékű növekedésre lehet számítani a CATL németországi gyártási tevékenysége kapcsán is. De visszatérve a városra, tehát egy abszolút nyugodt, mondhatnám azt, hogy kis történelmi város, egy kis ékszerdoboz. Találkoztam a város polgármesterével is, akivel egy nagyon jó és előremutató beszélgetést alakítottunk ki, és valószínűleg fogjuk is folytatni, hiszen szükségünk van azokra az ismeretekre, tapasztalatokra, amelyekkel az Arnstadtiak bírnak. És tehát semmilyen olyan zavaró körülmény, amelytől itt Debrecenben tartanak, vagy az ellenzők megfogalmaznak, gyakorlatilag nem találkoztam. Itt gondol a zajra, a füstre, mindenre gondolok. Tehát semmi nem klappol abból, amit az ellenzők ebben az ügyben elmondanak. Minden tökéletesen más. Egész konkrétan maga az üzem, az egy rendkívül környezettudatosan fölépített üzem. Van egy nagyon jellegzetes arculati formája azoknak az épületeknek, amely CATL logó alatt épül, ilyen lamellás, hosszant irányú osztású nagy üvegfelület. Ez itt ebben a gyárban is látható. Azok a lamellák napelemek többek között, tehát a gyár teteje is, és ezek a lamellák is nem csak esztétikailag érdekesek ezek a lamellák, hanem energiatermelésbe is bekapcsolódnak, tehát ilyen szinten környezettudatos a beruházás. Ugye hatalmas, tágas tárgyalóterek, nagyon sok német fiatal, német munkással beszéltünk, találkoztunk. Nyilván ott vannak azok a kínai munkatársak is, akik betanítják az ott dolgozókat különböző technológiai folyamatokra. Ugye hatalmas gyáregység, olyan mértékben robotizálva, olyan szintű technológiai színvonal, amire azt tudom mondani, hogy a 21. század legmagasabb technológiai színvonalát képviseli. Sok, az elmúlt 8-9 évben nagyon sok befektetővel találkoztam itt Debrecenben, és akikkel megállapodtunk, azoknál előfordult, hogy elmentünk és megnéztük a gyártási folyamatokat. Őszintén mondom, hogy ilyen magas színvonalú, technológiai színvonalú üzemet nem sokat láttam Európában, mint amilyen az Arnstadt gyár. Ahogy fogalmaztam az ottani interjúban, tehát egy
porszemet sem láttam. Patika tisztaságú az üzem, tehát semmilyen egészségügyi kockázatot az ott dolgozókra nem jelent a gyártási tevékenység. Robotizált. Ami itt lehet, robotok végeznek a gyártási sorokon is, és a belső szállítási folyamatokat is robotok, robottargoncák végzik. Akkor volt egy ilyen váó élmény is gyakorlatilag? Hát gyakorlatilag olyan technológiai színvonalat láttam, ami nekem a jövőt jelenti. Tehát itt Debrecenben nem láttam, nem találkoztam, vagy Magyarországon járva olyan üzemmel, ahol ezt a színvonalat tudta volna bárki nyújtani. Nyilván az a várakozás, hogy majd a BMW iFactory, az az új típusú gyár, az egy ilyen nagyon magas szinten robotizált tevékenység lesz, de hát ugye azt még nem láttuk, még arra nincs impressziunk. És nyilván a üzemet bejártuk, megnéztük az egész területet, ugye egy nagy ipari parkban helyezkedik el a CETL-nek az új gyára. Mennyire vannak egyébként közel vagy távol a lakóépületek? Nyilván Arnstadtban is jól elhelyezett ez az ipari park, és nem Arnstadt van hozzá közelebb, hanem egy szomszédos kis település, néhány száz méterre vannak a Cella üzemtől azok az épületek, amelyeket ott láttunk is a bejárás során, de az égvilágon semmilyen zavaró hatás nem volt. Nem volt semmilyen szakhatás a gyáron kívül, nem volt semmilyen környezetszennyező tevékenységre utaló jel. Nyilván a német hatóságok ezt folyamatosan kontrollálják, mint ahogy majd a magyar hatóságok is folyamatosan kontrollálják. Nem volt semmilyen zajhatás. Az épületen kívül gyakorlatilag zéró gyártási tevékenységgel kapcsolatos zajhatás volt, tehát amit itt félnek, Mikepércsen 2,5 kilométerre majd nem lehet a lakóépületekben lakni, tehát teljesen nonsens, nincs ilyen jellegű probléma. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy tényleg az ember abszolút pozitív benyomásokkal tér haza, és hogyha mondjuk német lennék, és itt nézném, hogy mi történik Debrecenben, vagy Magyarországon akkumulátorügyben, akkor valószínűleg nem érteném, hogy mi ez a probléma. Nyilván abból a szempontból lehet érteni a félelmeket, hogy kevesen ismerik részleteiben ezt a technológiát. És ami Debrecenben zajlik, azt én két részre is osztanám. Egyfelől vannak azok, akik politikai hasznot, politikai tőkét akarnak ebből az egész ügyből kovácsolni, és az emberek információ éhségét, illetve kevésbé informáltságát kihasználják arra, hogy félelmet keltsenek, és akkor ebből lehet politikai tőkét kovácsolni. És nyilván vannak azok, akik adott esetben jogos aggodalommal tekintenek egy ilyen nagy beruházásra, és azt mondják, hogy meg kell ismerni a részleteit ennek, hogy jól meg lehessen ítélni, de legalább van nyitottság arra, hogy egy értelmes párbeszédet folytassunk. A politikai szereplőkkel ma már az értelmes párbeszédnek a lehetősége sincs meg szinte. Ezért a következő időszakban el fogunk indítani egy információs honlapot, amelyre a gyárral kapcsolatos, a beruházással kapcsolatos információkat fel fogjuk tölteni. Ennek a honlapnak a tervezése folyamatban van, ezt elindítottuk, és amilyen gyorsan csak lehet, ezt szeretnénk is üzembe állítani. A németek akkor ezek szerint rácsodálkoztak arra, hogy mi történt itt Debrecenben az elmúlt időszakban? Esetleg osztottak meg önnel valamilyen tanácsot, tapasztalatot, hogy hogyan kell ezt a helyzetet lereagálni? Mert ahogyan itt kiveszem a szavából, azt mondja, hogy ott tulajdonképpen ez simulékony volt, gördülékeny volt, és ott még üdvözölték is ezt a ott lakók. A gyárban beszéltem ottani munkatársakkal, nyilván ők is értesültek arról, hogy van egy párhuzamos beruházás Közép-Európában, Magyarországon, és ugye eljutott hozzájuk az, hogy vannak anomáliák a városban, amikor beszélgettünk, tehát megdöbbentek azon, hogy milyen heves reakciók zajlanak. Ott konkrétan az egyik német vezető, üzemegység vezető, az azt mondta, hogy büszke arra, hogy egy olyan forradalmi folyamatban tud részt venni, amely a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjából meghatározó lesz a következő években. Egyébként az egész Németországnak az akkumulátor stratégiáját jellemzi ez a gondolkodás, tehát az ottani politikusok gyakorlatilag összezártak ebben az ügyben. Ez nem politikai téma Németországban. Németország azt mondja, tekintettel arra, hogy 2035 után belső égésű motorokat nem lehet forgalomba helyezni, ezért
az akkumulátorgyártásra kell fókuszálni. Németország 2030-ig a jelenlegi információk alapján egy 300 gigawatt órányi termelési mennyiséget, nagyságrendet akar kialakítani, de hozzáteszem, hogy a folyamatban lévő szabályozási helyzet, az igények, amelyek a gazdaságban megjelennek, és itt már nem csak az autókról, hanem adott esetben a háztartási energiatárolásról is beszélünk, olyan mennyiségű akkumulátort igényel majd, hogy a számítások szerint több mint 60 gyárat fognak fölépíteni a következő 10-15 évben szerte a világon, hogy az akkumulátorgyártásra vonatkozó igényeket kielégítsék. És akkor itt egy picit fókuszáljunk arra is, hogy ugye vannak politikai szándékok, amelyek ugye ellenzik ennek a gyárnak a felépítését, vagy általában, mivel Magyarországon az akkumulátorgyárak építését. Igen, gyakorlatilag össze is zárt az ellenzék, azt lehet mondani. Most legutóbb például az LMP kritizálta az önkormányzat által kiadott szórólapokat, csúsztatásnak nevezték. Hát érdekes, hogy az LMP vádol bennünket csúsztatással, amelyik lakossági fórumán olyan számok hangzanak el a beruházással kapcsolatban, aminek soha nem volt valóság alapja, ez a 40 ezer köbméter per napos vízigény, ez soha nem volt reális, ugye elmondtuk, hogy 24 ezer köbméterben van maximálva a déligazdasági övezet vízigénye, ennek megfelelően nem is lehet és nem is lesz több, nem fogunk ennél nagyobbat képíteni, de lépjünk tovább, mert az NMP nem akarom eltölteni itt az időt, tehát abszolút mindenki erre fókuszál, és aki most Magyarországon ezeket a beruházásokat támadja, azok nagyon komoly kárt okoznak a magyar gazdaságnak. Tehát az a hír, az az információ, amely Magyarországról az elmúlt időszakban egy-egy ilyen beruházással kapcsolatban megjelent, az azt a következményt hozhatja, hogy elbizonytalanítja a külföldi tőkebeáramlásokat, munkahelyteremtő beruházásokat Magyarország vonatkozásában. Milyen súlyos a probléma? Egészen biztos vagyok benne, hogy a külföldi befektetők figyelik ezeket a folyamatokat, nagyon komoly károkat okoznak azok, akik meggondolatlanul hergelik az embereket. Csak nézzük meg a nyíregyházi példát. Ugye Nyíregyháza esetében egy német cég egy 60 milliárd forintos beruházást akar létrehozni, megvalósítani, 400 új munkahelyet fog létrehozni. Semmi köze az akkumulátor technológiai gyártási folyamatokhoz. Ugye az akkumulátor cellákat egy ilyen fém dobozba rendezik be. Ezt a fém dobozt kívánja gyártani Nyíregyházán. Ez egy fém megmunkálás. És Nyíregyházán akkumulátor gyár elleni tüntetést szerveztek, illetve ugye ment ugyanaz a balhé, mint nálunk a közmeghallgatásokon. Tehát teljesen... Most működik, igen, az asszociáció, eljutottunk odáig, hogyha már egy mondatban benne vagy akkumulátor, akkor gyakorlatilag már nagyon sokan támadják ezt az egész kérdést. Igen, csak az a helyzet, hogy majd 10 év múlva nagyon sokan azok közül, akik támadják, beülnek a vagány kis elektromos autójukba, és majd elhajtanak, mert nem is lehet más autóhoz majd hozzájutni, és mindenki használja a telefonjában, a laptopjában, a borotvájában, a fogkeféjében, az autójában az akkumulátort, és teletorokkal kiabálja, hogy de nem kell akkumulátor. Egyébként tehát ugye ez teljesen nonsens. A CATL, ugye, ha jól tudom, nem is csak személyautókba gyárt majd akkumulátorokat, hanem ha jól tudom, nagyon sok különböző járműbe. Tehát hogy valószínűleg ez a jövő. Hát a járműgyártás fókusz az teljesen áttevődik a belső égésű motorokról a elektromos autókra, tehát nyilván az egyik piaci szegmens, de hát ahogy erről korábban is beszéltünk, hogy Magyarországon is a megújuló energiaforrások hatékony felhasználása az lehetetlen lesz akkumulátorok nélkül. Tehát akkor a teljesítményt képes a megújuló energiaforrások kapcsán akár a napelemek, akár a szélenergia generálni nagyobbat. Ugye most is ugye nagyobb kapacitásokról beszélünk, mint maga Paks, amire képes. Ezt csak energiatárolással lehet megoldani. És visszatérve az alapkérdéshez, teljesen megnyugtató volt számomra az, amit Arnstadtban láttam. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott kisváros, nagyon erős gazdasággal, egy nagyon profi, nagyon magas színvonalú akkumulátorgyártó technológiával az egyéb gazdasági aktivitások mellett.
Türingia a részben a tartomány gazdasági jövőjét, azt az akkumulátorgyártást, hogy egy akkumulátor völgyről beszélnek Türingia kapcsán, ahol a kutatásfejlesztési folyamatoktól a gyártás különböző formájáig végeznek majd ilyen jellegű tevékenységet, és egyértelműen egy komoly gazdasági előrelépést jelent az adott település számára, ott is a helyi adó szempontjából a CETL érkezése, az egy nagyon komoly előrelépés volt, mint hogy Debrecen esetében is lesz. Ugye az előbb azt mondta, hogy az ellenzéki hangok súlyos gazdasági következményekkel is járhatnak. Az iparőzési adót tekintve mennyivel növelheti a város adóbevételét ez a gyár, illetve a déli gazdasági övezet, hogyha majd betelepül? A CETL beruházása legalább egy 50%-os növekedést tud önmagában jelenteni a debreceni helyi iparüzési adó vonatkozásában. Tehát megduplázza a jelenlegit, hogyha jól értem. Legalább egy plusz 50%, nem ez megduplázza, hanem legalább egy plusz 50%-os, tehát egy másfélszeres növekedést legalább elő tud idézni. Tehát ugye nyilván ehhez hozzájárul majd a BMW helyi gazdasági teljesítménye, további beszállító gazdasági teljesítménye. Tehát csak abba kellene belegondolni, hogy amikor ugye rengeteg lakossági megkeresést kapok arra vonatkozóan, hogy hol mit kellene fejleszteni, utat építeni, játszóteret építeni, mit kellene felújítani, mit kellene átépíteni, mit hozzunk létre. Rengeteg ilyen javaslat van, érkezik be az önkormányzathoz. Bevétel nélkül ezeket nem lehet megvalósítani. Tehát ennek a városnak, amikor én polgármestere lettem, akkor azt mondtam, hogy én a gazdasági erejét szeretném növelni Debrecennek. Ezt tettem az elmúlt 8-9 évben, és egy olyan mértékű, méretű debreceni gazdaságot hozunk létre. Ennek most már megvannak a felső korlátai, ugye elmondtam, az északnyugati gazdasági övezetet, déli gazdasági övezetet sem akarjuk már tovább növelni, pusztán azt megtölteni, azokat a kereteket, amelyeket kialakítottunk. De ez egy olyan erős gazdaság lehet, a debreceni, amely ebben az évszázadban ennek a városnak a nagyon, nagyon dinamikus fejlődését és vonzerejét tudja biztosítani. Ez azt jelenti, hogy néhány éven belül akár egy ilyen abszolút jóléti, nyugat-európai színvonalú, pezsgő, kulturális város lehet Debrecen? Ezért dolgozunk, tehát az eddigi fejlesztések jelentős része, tehát ugye Debrecen nagyon sok kormányzati támogatást kapott az elmúlt években. Jelentős részben azért, mert ahogy a külföldi munkahelyteremtő beruházások, vagy akár már az itt meglévő munkahelyteremtő beruházások továbbfejlesztései nagyon jó terepnek érezték Debrecent, a kormány is úgy gondolkodott Debrecenben, mint egy potens város, amelyeknek a regionális vonzereje nagyon jelentős, és komoly fejlesztéseket hajtsunk végre Debrecenben. A város oktatási rendszere, egyetemi fejlesztések, színházi fejlesztések, ugye a Csokonai Fórum befejezve, a Csokonai Színház ebben az évben lesz befejezve, akvatikum strand, közlekedési fejlesztések, ugye folyamatban van az autóbuszpark cseréje, tehát, és a következő években még ezt tovább kell fokozni. Tehát Debrecen léptéket tud váltani, de ez csak akkor igaz, hogyha ezt a gazdaság hátterével, egy nagyon erős városi gazdasággal fogjuk végig kísérni. És itt van a repülőtér. Előtte állunk a repülőtér kapcsán egy nagyon jelentős kormányzati döntésnek, a közeljövőben a reptér fejlesztés újra fókuszba kerülhet. Ugye itt járt Lázár János néhány hónappal ezelőtt, még tavaly év végén. Számos olyan fejlesztés, amiben ott megállapodtunk, abban rövidesen előrelépést fogunk tudni bemondani. És mindennek egyértelműen ahhoz van köze, hogy Debrecen gazdaságilag kivívta magának ezt a pozíciót. Erős gazdaság nélkül nem lennénk ebben a helyzetben, ráadásul hozzáteszem, hogy ha ez a munkahelyteremtő beruházási nagyságrend, ami Debrecenbe érkezett az elmúlt években, ez mindenképpen a régióba jött volna. Tehát a Közép-Európa egy nagyon versenyképes régió. Ha nem Debrecenbe érkeznek ezek a munkahelyteremtő beruházások, akkor valamelyik szomszédvárosba, akkor meg azt kellene hallgatnom a helyi ellenzéktől, meg mindenkitől,
hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, hogy nem tudjuk ezt a város gazdaságilag megerősíteni, és innen vándorolnak el az emberek oda, ahol ezek az új munkalehetőségek létrejönnek. Munkahelyteremtő beruházás. Ez számomra annyira érdekes, és talán kicsit fel is foghatatlan, hogy itt, ahogy elmondta, hogy minden robotizált, minden automatizált, így valahogy adódik a kérdés, hogy akkor ez a 9000 ember, ez tulajdonképpen milyen munkaköröket fog majd ellátni, hogyha itt tényleg minden automatizált. Ugye, azért viszonylag nagy beruházásról, nagy léptékű beruházásról van szó. A gépek nem önmagukban működnek, hiszen a gépeket is kell koordinálni, felügyelni, megvannak azok a gyártási folyamatok, amelyek továbbra is emberi kézbeavatkozását igénylik. Egy jelentős logisztikai központja is lesz ennek az üzemnek, nyilván ott is jelentős munkaerőigény van. Robotizált a Seattle Arnstadt üzem mégis 2000 embernek ad munkát. Tehát nyilván ott is van egy nagyon jelentős adminisztrációs bázis, egy németországi értékesítési kapcsolatrendszer. Tehát nem mindenki a termelésben meg a gyártásban dolgozik, hanem a gyár mögött álló adminisztrációs folyamatokban is. Tehát, de nyilván ezt inkább a Seattle-től kell megkérdezni, hogy pontosan milyen munkakörök, hogy jönnek létre, ezt ők fogják tudni meg. Az üzemmel kapcsolatban folyamatosan napi renden van a víznek a kérdése, és én is megnéztem a térképen, ugye Arnstadtot sok folyó és kisebb tavak veszik körül, Debrecen mindig megkapja, hogy egy alföldi város, itt nincs is elég víz. Itt visszatérhetünk akkor a víz kérdéséhez, hogy lesz elég víz, illetve az ipari vízigénynek a felhasználását mennyiben tudják szürke vízzel kiváltani. Hát, ugye ezt a kérdést számtalanszor megválaszoltuk már Gorján Ferenc vezérigazgató úr, itt a Városi Televíziónk asztalánál is beszélt erről a közmeghallgatások alkalmával is. Én úgy érzem, hogy ő nagyon hitelesen, szakszerűen ismertette az ezzel kapcsolatos helyzetet. Ugye van egy nagyon jelentős vízbázis a Debrecennek, annak egy jelentős utánpótlódási képessége. Jelen pillanatban is kivonalkítva egy napi 30 ezer köbméteres vízhozamra a keleti főcsatornával való összeköttetésünk. Ennek a csatorna szakasznak a fejlesztése, felújítása a TRV-nél jelenleg is folyamatban van, tehát ott egy felújítási, rekonstrukciós munkát is végeznek, hogy ez a kapacitás teljes biztonsággal kiadható legyen. Tehát azt tudom mondani, mint ahogy eddig is, hogy Debrecen ugyan felszíni vízzel nem rendelkezik, de a felszín alatti vizek és a felszíni vizekhez való kapcsolódása egyértelműen és zökkenőmentesen tudja biztosítani a városban élők vízellátását, a város növekedésének a vízigényét és a meghatározott nagyságrendű iparnak a vízigényét is. Ahogy említettem, a 80-as években több mint kétszerese volt a napi átlagos vízigénye Debrecennek. Ezekkel a fejlesztésekkel sem fogjuk elérni. Tehát nem fogjuk elérni azt a nagyságrendet, mint amit a 80-as években igényelt Debrecen. Kell fejlesztéseket végrehajtani. Tehát a déli ipari park nagyobb vízigényű vállalataival, a CTL-el, a Szemkorppal, az Ecopro-val is a szürke vízre vonatkozó egyeztetéseket folytatjuk. A kormánnyal van egy olyan együttműködésünk, van is egy kormányhatározat erről, amely a szürke víz preferálását írja elő ezeknél a nagyobb vízigényű beruházásoknál. Jelen pillanatban folyamatban van már a tervezése annak a szennyvíz csatorna szakasznak, amely önállóan függetlenül a jelenleg meglévő csatorna rendszerünktől a Déli-ipari park szennyvizét eljutatja majd a szennyvíztelepre. Rövidesen kiírjuk azt a feltételes közbeszerzést, amely a szennyvíztelep fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges, olyan technológiával, amely a szürke víz ipari üzemek számára történő visszatáplálását lehetővé teszi. Tehát ez abszolút része annak a víziközmű fejlesztési programnak, amelyet végre fogunk hajtani a következő években. Annak érdekében, hogy a város vízbázisa az a lehető legkisebb mértékben legyen az ipar által megterhelve. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!